A múzeumparkban Pálinka Fesztivált rendezett a város, ahol a kulturális kézműves gyerekprogramok mellett több neves pálinkaház kínálta pálinkáit a karcagiaknak. Megmondom őszintén, tegnap is voltam egy pálinka kóstoló versenyen, nagyon finom pálinkák voltak, nem mondhatom meg, hogy melyik a győztes pálinka. Egyet viszont hiányoltam, a birsalmát. Nem volt birsalma pálinka, én nekem egyik kedvencem. Igen, Karcagon ezt nagyon sokan kóstolják, csak azt akartam mondani, hogy minden bíráló azt mondta, hogy kedvencük a pálinka. Igen, a pálinka. Ez a lényege, ez a döntő fontosságú válasz, igen, hogy a pálinka a legfontosabb. Itt most a háromnapos versenynek köszönhetően azért nagyon sokan megismerkedtek az ország más részéből érkezett pálinkaházak különleges ízeivel is, hiszen ahogyan is mondta, itt a Bírs meg a Szilva inkább az, ami ismert, de reméljük, hogy lesz ennek folytatása. Bízunk benne, igen, igen. Attól függ, hogy milyen érdeklődést váltottunk ki, de én bízom benne, hogy igen, tetemes érdeklődés és finom pálinkák kóstolása után ezt tovább is fogjuk tudni folytatni. A fesztivált dr. Temesvári Tamás, a Karcagért Közalapítvány kuratóriumi elnöke, dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, korábbi földművelésügyi miniszter és Szepesi Tibor polgármester nyitotta meg. Egy szokatlan rendezvény került megtartásra gyakorlatilag több napon keresztül a városban, amelynek több célja volt. A legfontosabb célja az volt, hogy a Pálinka Nemzeti Tanács ki tudja választani azokat a pálinkákat, amelyek a legjobb minősítést kapják országos szinten. De nagyon sok olyan társadalmi szerepvállalása is volt, amely túlmutat azon, hogy kiválasztásra kerüljenek az ország legjobb pálinkái, hanem egyfajta pálinka kultúrát szeretett volna, és népszerűsített is a településen, hiszen a pálinkáz okosan, a hogyan kóstolj, és hogyan értékelj pálinkákat rendezvények, hiszen vezetett pálinkakóstoláson lehetett részt venni. Mind-mind azt szolgálták, hogy az a pálinka fogyasztás, amely egyébként nem kevés Magyarországon, abba az irányba fejlődjön tovább, hogy viszonylag kevesebb mennyiséget, de annál finomabbat és annál magasabb minőséget fogyasszon mindenki. Tehát a cél az volt, hogy ismerje meg mindenki a minőségi pálinka ízét, a minőségi pálinka fogyasztásának kultúráját, és ezután így próbálja népszerűsíteni, kóstolni a mindennapi élet során is azokat a pálinkákat, amelyet egyébként zsűrizés után most itt a fesztiválon meg is lehet kóstolni. És hát reméljük, hogy a karcagi főzők maguk is kaptak olyan tanácsokat, amivel majd az idei pálinka már egy kicsit szakszerűbben készülhet. Így van, folyamatosan próbálja és próbálta fölhívni a figyelmet eddig is a pálinka főzdék arra, hogy hogyan kell egy minőségi pálinkát elkészíteni. A karcagi pálinka főzde is vállal cefre felügyeletet, hiszen nem mindegy, hogy milyen gyümölcs kerül a cefrébe, az mennyi ideig kerül tárolásra, mennyi ideig for, mikor kerül be az üstbe, milyen minőségben kerül be az üstbe. Tehát erre is szerette volna fölhívni ez a rendezvény a figyelmet, hogy nem csak a nagy pálinkaházak tudnak finom pálinkát készíteni, hanem házilag is lehet, de nyilván ennek megvannak azok a követelményei, amelyeket ha nem tartunk be, akkor rossz minőségű lesz a pálinkánk. Viszont azért itt a végén beszéljünk arról, hogy kiválasztásra került a karcagi díjazott is. A Karcag városa díját fogja kapni. Még nem tudjuk, hogy önök már tudják, de még titok. De reméljük, hogy azért amikor majd át lesz adva, akkor beszámolhatunk arról, hogy esetleg megyénkbeli lett. Így van, az a nagy mennyiségű pálinka, amely benevezett a versenyre, különböző minősítéseket kapott, bronz, ezüst és arany minősítést, illetve a legjobbak közül került ki az úgynevezett Champion díjas, majd a Champion díjasok közül került ki az ország pálinkája. És kiválasztásra került valóban a város pálinkája is, azokból a pálinka termékekből, amelyet Karcagon, Karcag környékén kerültek elkészítésre, ebből választotta ki egy viszonylag szűkörű zsűri azt, hogy mely legyen 2023-ban Karcag város pálinkája. Volt szerencsém ugye megkóstolni nyilván a város pálinkáját is, volt szerencsém megkóstolni az ország pálinkáját is, de mivel az eredmény hirdetés június 29-én az országházában lesz, ezért egyfajta titoktartási szerződést kötöttünk a szervezőkkel, és addig nem áruljuk el.
Annyit elmondhatok, hogy hagyományos gyümölcsből készült, és nagyon finom volt. Dr. Fazekas Sándor képviselőről és korábbi fölvölős miniszter úrral arról beszélgettünk, hogy mit szól ahhoz, hogy Karcagra sikerült elhozni ezt az országos rendezvényt, amelynek ma tulajdonképpen a fesztivál része zajlik. A pálinka az nemzeti italunk, tehát hogyha a Karcagon van az országos pálinka fesztivál, akkor az itt helyben egy nemzeti ünnepnek is tekinthető. A magyar pálinkák legjava vonul fel, érdeklődéssel várjuk majd a zsűri döntését, amit körülbelül másfél hónap múlva ismerünk meg, és hát a kapcsolódó programok pedig elnyerték a karcagiak tetszését, a kóstoltatás, most a műsor, az egész egy nagyon kellemes hétként is összefoglalható. Ön számára mi az, ami olyan meghökkentő volt, és mondjuk először kóstolt valami olyan párosítást, ami nem gondolt, hogy finom lesz? Hát eléggé régóta kóstolgatok, tehát ez nem egy könnyű téma, de a Szicsek főzdének van egy bírsai nevű pálinkája, bírsalma és írsai olivér az alapja, hát az nagyon finom és tényleg egyedi, de itt nagyon nehéz rangsorolni egyébként a pálinkák között. Ezt még korábban csak egyszer kóstoltam, most ugye módon volt összehasonlítani a két tételt, de hát a magyar emberre mondják, hogy mindenből pálinkát vősz, hát itt látszik, hogy tényleg ez az állítás igaz. És azért a Hungarikum birkapörkölt is itt van, hiszen pálinka, birkapörkölt, ez így együtt jár. Hát több Hungarikum van együtt, ugye a birkapörkölt, abban azért ott van a magyar piros paprika is, aztán itt van a kétfajta pálinka, de egy összességében a pálinkák ugye ebbe a gyűjtőfoglomba tartoznak, sőt fröccs is van, ott pedig a szódavíz is Hungarikum, tehát lehet ezt folytatni. Én úgy látom, hogy tényleg egy igazi értékelő rendezvény, és némileg előhangolja a következő alkalmat a karcagi birkafőző fesztiválon. Reméljük, hogy sokan megkóstolják ezeket a különlegességeket, és a műsort is sokan fogják élvezni, hiszen sokan várják a fásimulatót is. Igen, hát ilyenkor mindig van műsor, esett az eső itt néhány alkalommal, de tudjuk, hogy aki gyümölcs termeléssel foglalkozik, úgy a mi családunk, és az már nagyon várta, aki szántóföldi növénytermesztéssel úgy szintén, de a kiskert tulajdonosoknak is a májusi eső az aranyat ér. Emiatt eddig kevesebben voltak, mint amire számítottam, de én úgy látom, hogy kicsit vidámodik az idő, úgyhogy már jönnek a gyermekes családok, és hát bízom benne, hogy egy komoly részvétel lesz a délutánon, és akkor a könnyed szórakoztató műsorban sokan örömüket nyerik. És a pálinkáz okosan keretében pedig a szakavatott vezetéstől megtudtuk, hogy milyen a jó pálinka, és tanácsot kaptak azok a főzők is, akik itt Karcagon saját maguk főzik a pálinkát. Meg kell szerezni a rutint ebben is. Reméljük sokaknak sikerült, jó szórakozást kívánunk önnek! Köszönöm, hát nagyon kellemes alkalom ez, bízom benne, hogy a magyar nemzeti értékek közé, a magyar életéhezést erősítő értékeink közé tartozó pálinka, a jó pálinka, a finom pálinka kultúrát fogyasztása erősödik általa, hiszen ez egy olyan egyedülálló dolog, amely a világon csak Magyarországra jellemző. A színpadon fellépett a karcagi Pántlika néptánc csoport, a Dalma Dance Club, a Márkus Ica hagyományőrző népdal és nótakör tagjai, az éneklő szakácsok. A pécsi Daniel Spierbress fúvós együttes, a fásimulató művészei, Varga Viktor, Opitz Barbi, Zalatnai Sarolta és az Apostol együttes. Először is adódik a kérdés, hogy szereti a jó pálinkát? Nagyon szeretem, és főleg azt, ami az elmúlt 30 év alatt lett belőle, mert azért ez már komoly párlat, értéke is megmutatja, a tartalma is, és én nagyon büszke vagyok arra, hogy részese lehettem ennek az egésznek az elindulásába Gyulán több mint 30 évvel ezelőtt. A Lovács Sanyi barátom indította el az első pálinka fesztivált, és azóta már a fesztiválok fesztiválja lett a pálinka, és kitűnő pálinkások jöttek létre. Nincs már olyan, hogy hozzáadott élesztő, meg cukor, hanem saját a gyümölcscukra van, és úgy van megfőzve, és hát finom párlatok vannak, és én nagyon szeretem. Itt Karcagon eredetvédett a Birs és a Szilva. Ezek az ön kedvencei, vagy van valami különleges, amihez kötődik, mondjuk Gyuláhon? Van-e olyan íz, ami az a kedvence? Én mindenféle pálinkát szeretek, de azért a nagyon finom a mána pálinka. Tudjuk, hogy 100 liter, vagy egymás a málából 2 liter pálinka lehet, szóval
nem egy olcsó játék, de ugyanúgy a kökény, a különleg madárberkegye, vagy a különlegességeket nagyon szeretem. Térjünk vissza azért a Hungarikum karcagi birka pölkökre is, hiszen nem először jár már városunkban. Gondolom, hogy azért séfként is el tudja ezt készíteni, de most volt-e alkalma kóstolni mostanában ilyet? Tudni kell, hogy én is főző ember vagyok, valamit konyítok a főzéshez, és gyerekkorom óta a családban készítik, meg édesanyámék is a birka pörköltet, szóval nálunk ez mindig ünnepnap volt a birka vágás és abból a ételkészítés, de a karcag nagyon kinőtte magát, és gratulálok, hogy hozzányúltak ehhez a nemes ételhez, hisz magyarok vagyunk, szeretjük a pörkölteket, de én különösen a kedvenceim a birka pörkölt, ami a pörköltek közül, és hát a karcagiak, meg kell hajolni a karcagi birka főző embereknek, birka pörkölt főző ember. Viszont térjünk vissza a mai napra, hiszen nagyon sokan várják már a fellépésüket, kikkel érkezett? Hát a Apostol Együttes, a Józsi barátomék is megtisztelik a rendezvényt, a Opitz Barbie, akkor a Zalatné is Sarolta, aki újra régi fényében tündököl. Egy másik kedvenc énekesem, a Varga Viktor, aki kevesen tudják róla, hogy operaszakon végzett, és kitűnő énekes, és ma itt is operát is fog énekelni. Szóval nagyon magas színvonalon áll a Jóistennek, hogy ilyen csapatba csöppentem. Illetve hát én is a zenekarommal, a Retro Együttese föl fogok lépni, szóval örülök, hogy itt lehetek, hisz millió szár köt engem ide karcakhoz. Nagyon jó barátságban vagyok a miniszter úrral, Varga Mihállyal, és hát nem beszélve arról, hogy Fórián Szilvia 94-ben megnyerte Szépség királynő választást, és ő karcagi, és én akkor voltam itt, 94-95-ben jártam Karcagon, és de hát gyönyörű ez a város, azért köszönhetjük a város vezetésnek, hogy a polgármester uraknak, hogy ezt létrehozták, hogy ilyen szép városban élnek az emberek, és jók az emberek, mint ha haza jöttem volna, mindenki köszön, átölelnek szeretettel. Ennél szebb dolog nem lehet, mikor az évek hosszú során hazamegy az ember, mindegy, hogy Magyarországon megy településre, de itt különlegesen nagyon jól fogadtak bennünket, és nagyon, de nagyon örülök. Reméljük, hogy nem kell majdnem 20 évet várni a következő találkozásra a karcagiakkal. Én azt kívánom, hogy érezzék jól magukat, és várjuk a koncertet. Isten áldja meg az itt élő embereket, és sok sikert kívánok az egész lakosságnak, legyenek egészségesek, éljenek hídben, szeretetben, békében, és öleljék át egymást a zenén keresztül szeretettel. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. A napot a Diamond Exclusive Party zenekar műsora zárta. Aki a pálinka mellé Hungarikum birkapörköltet, kürtős kalácsot, óriás palacsintát vagy főtt kukoricát szeretett volna, arra is volt lehetősége, épp úgy, mint korhű, múlt századi berendezett konyhában családi fotózásra. A felkérés az volt, hogy a Pálinka Fesztiválon gyerekprogramokkal készüljünk. Így úgy gondoltam, hogy itt a pálinkától egy kissé azért nekünk el kell térni, konkrétan a pálinka témától, ezért mi a kertészet, gyümölcsfeldolgozás témát foglaljuk össze ebben a kis programban, és amit a hátunk mögött látunk, ez egy részben autentikusan, részben modern felfogásban berendezett konyharészlet, és hoztunk régi viseleteket, itt hangulatos fotókat lehet készíteni, és a kellőképpen ráhangolódtunk erre a kert és konyha témára, akkor tovább mehetünk, ugyanis kézműves foglalkozásokon lehet készíteni szárazvirág dekorációt, virágmagvakat ültethetünk cserébe, kidekorálhatjuk ezeket, és vesszőfonás technikával pedig kis gyümölcsös tálakat készíthetünk el. Emellett pedig készültünk egy kvízzel, egy 14 kérdésből álló kvízzel, ami szintén kertészet, gyümölcsfeldolgozás, karcagi zártkertek történetével kapcsolatban.
kapcsolatos, és aki eredményesen kitölti, az választhat magának egy Guriga Ferdinándot. Fontos, hogy megmutassák, hogy azért Karcagon nem csak pálinkát főznek. Igen, nem csak pálinkát főznek, sőt a víz kérdésből kiderül, hogy a zárt kertek eleinte szőlőskerteknek voltak kiosztva, tehát a német lovagrend kezdeményezésére a 18. század elején szőlőskerteket létesítettek. Ez nem annyira közismert, de jó tudni azt gondolom karcagiként is, hogy komoly gyümölcsészet folyt, és komoly bortermelés is. Ezek a befőttek, amik itt ki vannak állítva, el kell, hogy mondjam, hogy a Szepesvári Csaba, ifjabb Szepesvári Csaba tanár, középiskolai tanár kertjéből valók, de én készítettem el őket, ugyanis ő egy gyönyörű kertet újít meg, már 2 éves munkával élesztett újra egy nagyon szép gyümölcsös szőlős kertet, és én büszkén hoztam ezeket a befőtteket, ami az ő kertjéből való gyümölcsökből készül, és valóban versenyezni kell, ugyanis kiváló pálinkát és bort is állít elő.